Szeptember 30-a a Magyar Népmese napja, Benedek Elek születésnapja. Ezen az emléknapon megemlékezünk mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről, és felhívjuk a figyelmet azokra az értékekre és bölcsességekre, amelyeket a magyar népmesekincs jelent számunkra. Ki szereti közületek az almát? Mesekinek óvodában az volt a jele. Jele? Tényleg? Nekem meg a körte a jele. Körte a jele? Nekem is van egy óvodás kisfiam, neki pedig a pöttyös bögre a jele. És ki szereti a meséket? Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még a királyhoz is eljutott. A szülők, nagyszülők, óvodapedagógusok által saját hangjukon elmondott mese éppen azt adja meg a gyerekeinknek, amit a túl digitalizált világ képernyője elvesz tőlük. A saját képzeletük fejlesztését, a hitet, a belső erőt, hogy tanulják meg a saját érzelmeiket kezelni, vagy éppen a nehézségekkel, próbatételekkel tanuljanak meg szembenézni. Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat! Enye, ilyen olyan teremtette! Káromkodott a török császár. Hát mégis él az a hitvány kakas? Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe! No, mondta a török császár, itt most kukorékolhatsz. Hiszen a kakaska nem kukorékolt, csak kotyogott magában. Ereszt kivegyem. Mondtátok, hogy szeretitek az almát, ezért mindenkinek hoztunk egy szem almát, meg egy sportszeletet. Soha nem volt akkora szükségünk a népmesékre, mint napjainkban, amikor a digitalizáció veszélyezteti a gyermekeink egészséges fejlődését, és a szülő-gyermek kapcsolatokat is igyekeznek szétzilálni. Őrizzük meg ezt az őseinktől kapott hatalmas értéket, és meséljünk a gyermekeinknek.